Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most kavarom a kártyákat, és kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a képek. Itt ez a kutya áll a középpontban. Ez utalhat kutyára, cicára, amit ez a kép még jelent, a baráti kör, vagy a hűség áll most a középpontban. Itt a hold utalhat az anyukádra, itt lesz közeledés, olyan barátilag. Amit a hold még jelent, ezek a vágyak, az álmok, a remények, az is lehet, hogy ő álmodik, vagy álmodozik rólad. Ez kiderül, hiszen látható a nyilvánosság, és az azt jelenti, akkor is, ha olyan barátilag közeledik most hozzád, de nyitott lesz érzelmekről beszélni. Amit ez a kép, ez a park még jelenthet, hogy találkoztok a nyilvánosságon. A torony jelenthet még feszültségeket, amikor ő még fogva érzi magát, hiszen vannak félelmek, bizonytalanságok. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, és ebben a helyzetben barátságosak lesznek veled. De itt voltak azért még kihívások, viták, veszekedések, de mivel a középpontban a barátság és ez a baráti hangulat van, így ezért ezek a feszültségek és a viták, veszekedések most elmúlnak. Itt lehetnek anyai témák is, hiszen a hold az utalhat az anyukára. Itt fontos, hogy vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Amennyiben itt viták, veszekedések vannak, zárd le ezeket a témákat, emlékeket vagy kapcsolatokat, és ügyelj az érzelmedre, maradj barátságos, itt minden kiderül, hiszen itt látható a nyilvánosság. A könyv jelenti a tudást, a tanulást, a továbbképzést, de jelentheti a zárkózottságot is. Lehet, hogy ő most visszahúzódó, zárkózott, mégis megjelenik itt a kulcs, amivel kinyithatod ezt a könyvet, és akkor azt jelenti, hogy a közeljövőben nyitottabb lesz bizonyos dolgokról beszélni. Itt lesz kapcsolat köztetek, ez a gyűrű azt is jelenti, hogy ő vagy valamilyen helyzet visszatér az életedben. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő gondol rád. Itt megvannak az álmok, az álmodozások. De fogva érzi magát a toronyban, hiszen vannak félelmei. A hűség áll itt a középpontban, és fél ő attól, hogy te azt hiszed, hogy ő megcsalt téged, és fél ezektől a beszélgetésektől, esetleg vitát válthat ki akkor nálatok. Emiatt ő inkább olyan zárkózott, visszahúzódó. De ha te magabiztos vagy, és kezedbe veszed a kulcsot, keresd vele a kapcsolatot, légy barátságos, és ne beszélj olyan dolgokról, hogy félrelépette, igen vagy sem, mert ezek a beszélgetések zavarják őt. Ez a kasza elvágja a vitákat és veszekedéseket, tanulj ebből a helyzetből, meg lesz újra a kapcsolat, légy magabiztos, olyan hirtelen jönnek most bizonyos dolgok,
amire nem számítottál. Itt találkoztok a nyilvánosságon, és a hold jelenti azt, hogy megvannak nála az érzelmek, hiszen álmodozik rólad. Lehet, hogy a kártyák egy álomképet mutatnak, és az álmaiban voltak itt viták, és emiatt a hangulata most más, mint korábban, így fogva érzi magát ebben a toronyban, hiszen vannak itt még nála bizonytalanságok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!